Magamadom címmel véradási kampányt indított a Magyar Ifjúsági Értekezlet. A szervezet a koronavírus járványhelyzet okozta vérhiányra igyekszik választ adni, és Erdély szerte a véradás fontosságára hívja fel a figyelmet. Az akcióhoz csatlakozott a Nagybánya Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács is, hogy enyhítsenek a vérhiány okozta problémákon. Megmentenéd a világot? Kezd kis lépésekben. Agyvért, állt az NTIET felhívásában. A véradók kétszeresen segítettek, a véradásért kapott értékjegyeket felajánlották a Boszkó Szent János Szorvány Kollégiumnak. A véradók Nagybányáról és Koltóról érkeztek. Az akciót a közeljövőben megismétlik, mondta Oravesz Csongor, az NTIET elnöke. A Magam Adom véradási akciót a Magyar Ifjúsági Értekezlet kezdeményezte országos szinten, és mi nagybányai és máramarosi fiatalok csatlakoztunk ehhez az országos akcióhoz. Ennek a célja, hogy a mostani járványidőszakban lecsökkent véradók számát egy kicsit újra fellendítsük, és azok a személyek, akik adnak vért, kétszeresen is jót cselekednek, hiszen az összegyűlt adományokat felajánljuk a Boszkó Szent János Szorvány Kollégiumnak. Nagybányáról is és vidékről is jöttek véradók, Koltóról is, Monóról is úgy volt, hogy jönnek, csak sajnos nem tudtak elérni, de valószínűleg ezt a jövét folyamán még bepótoljuk. Apjuk Norbert, RMDSZ parlamenti képviselő, mivel már volt koronavírusos, vérplazmát adott, így a súlyos koronavírusos betegeken segíthet. Csatlakoztam a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Nagybánya Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács véradó akciójához, hiszen amióta a járvány megkezdődött, a véradó központok azzal küzdenek, hogy nincs elég adományozó, nincs elég vérkészleten, ezért a sürgősségi eseteket nem mindig tudják időben ellátni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a véradás. Én ma egy különlegesebb helyzetben voltam, hiszen mivel túlestem a koronavíruson, ezért vérplazmát adtam. Bízok benne, hogy tudtam segíteni ezáltal olyan embereken, akiknek pont erre van most szükségük. Szmatko Róbert, római katolikus esperes, a Boszkó Szent János Kollégium vezetője, csodálatos lehetőségnek tekinti az akciót. Bevallotta, hogy rendszeres véradó. Elmondta, hogy kevesebben szeretnek adni saját magukból, a szeretetükből, az odafigyelésükből, nem beszélve arról, hogy a saját vérükből adjanak mások számára. Egy csodálatos lehetőségnek lehetünk részese mai napon, a Területi Ifjúsági Egyeztető Tanácsnak köszönhetően, hiszen egy kis csoporttal eljöttünk ma vért adni, ami nagyon fontos, szerintem egy misszió is. Rendszeres véradó vagyok. Azt gondolom, nagyon sok embernek ez egyfajta felhívás is, hiszen több ember szeret ajándékot kapni, ajándékot adni. Legtöbb embernek az egyik alapvető szeretetnyelve az ajándékozás, viszont kevesebben szeretnek adni saját magukból, az idejükből, az odafigyelésükből, nem beszélve arról, hogy a saját vérükből adjanak mások számára, akiknek tényleg szükségük van erre. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöhettem, nem csak azért, mert a nagybányai Boszkó Szent János Szorvány Kollégiumnak vagyok a vezetője, és az ebből származó, mondjuk úgy anyagi háttér a kollégium javára fog menni, hanem azért is, hogy én is segíthettem másokon, és így minden szentek előtti napon, tényleg amikor az ember elgondolkodik az élet és a halál kérdésén, közel halottak napjához is, jóleső érzés másokon segíteni, és felhívni több embernek a figyelmét arra, hogy ne csak az anyagiakból, hanem az időnkből, a saját vérünkből is segítsünk másokat, hogy egészségben, szeretetben tudjuk építeni a közösséget, tudjuk építeni a szeretet kapcsolatainkat. Hálás köszönet! Amellett, hogy három ember életét mentheti meg a véradó, a szervezetre is pozitív hatással van a véradás. Ráadásul több hasznos információt is meg lehet tudni az egészségi állapotról, hisz véradáskor olyan betegségekre tesztelnek, mint például hepatitis B, hepatitis C, HIV vagy szifilisz. Első véradók esetén pedig a vércsoportot is megállapítják. Az orvosi vizsgálat során vérnyomást és pulzust mérnek.